Van az a népdal, hogy a juhásznak jól van dolga, egyik dombról a másikra terelgeti nyáját, fújja víga néli a világát, valahogy így. Tényleg így megy ez? Tehát, hogy a népdal a lényeget megragadta? Én azt mondom, aki ezt a nautát írta, a soha nem volt juhász. Tényleg? Én ezt... azt hittem, hogy ez maga juhász élet. De miért? Minden sorába bele lehet kötni? Na most főleg abban az időben, amikor ez a nauta született, akkor még minden egyes juhász ember hajnal kettőkor kelt. Három órakor leültek minden egyes birkát megfejni. Miután kifejtek, utána elkészítették a sajtot, kiment legeltetni. És akkor bejött a birkával ilyen 11 órakor, volt egy óraoszlája pihenni, újra mindent elmosni, és három órakor leült fejni. Tehát akkor jó az, nem jól... megy jól a dolga? Hát anyagilag valamikor nagyon kifizetendő volt a, a jutartás. Ilyen értelemben igen, de munkában nem. És melyik a kolomp ez a legnagyobb? Nem, a legkisebb, ráadásul ez van itt, igen. ez a kolomp. Igen. Hát van ja. És ez, ebből hány van? Ebből hatot szoktam feltenni. Tehát hat birkára az ötszázból. Ez mit jelez önnek? És ki az az öt birka, aki ezt kapja? Na ugye pont itt jön ugye benne ugye az érdekessége, hogy kik, akik ezt megkapják. Igen, miért van az egyik birkán kolomp, a másikon meg Ugye nyáron ugye a meleg miatt inkább a vezéregyenységeken, akik oldalt mennek, elől megyen, azokra rakom fel ezt hatot, úgy széjjel. És akkor széjjel fele húzza, ugye a meleg miatt ugye a nyájat. Ősszel viszont már fordítva hátúra rakom, hogy inkább egybe tartsanak értem, hogy ön hátulra rakja, de a birka nem tartja be ezt a sorrendet, nyáron nem elől van és télen nem hátul, honnan tudja, hogy az ő dolga az, hogy most ő terelgeti a kolompalanyáját? a Egyáltalán miért kellenek a kolompok meg a csengők? Ez a pásztornak fontos, vagy a birkáknak? Ez inkább a pásztornak fontos. Járt, gyere, Járt,